Zsuzsi, amikor fent voltál nálam, akkor sem főztél. Nem. Pakoljuk el utána. Jól van, megsúgom neked, hogy miért nem főztem. Nem esküvő, hogy nem emlékszel arra a mondatodra. De mi, bunkó voltam? De mit mondtam? Istenem, nem fogom mondani. De mondd már el, hogy mit mondtam. Négy szem közt vagyunk. Négy szem közt, aha. Hogy mondjam, szerintem abban az életszakaszodban voltál, amikor próbáltál nekem udvarolni, és volt egy mondatod. De mi szexet akartam? Igen. Igen. És volt egy olyan mondatod, ami megmaradt bennem. És ezt biztos, hogy csak a füledbe fogom egyszer valaha megsúgni. Most. Na. El fogsz pirulni saját magadtól. Figyelj, de letakarod, na. Ez nem én vagyok. Nem, de ez nem én vagyok. Pedig azt utálod. Tényleg? Uh-huh. Szerintem nem. Igen. Ezt mondtad. Mondtam, hogy elpirul. Mondtam. Azt a mindenit. Ezt mondtad nekem, Peti. Jó, de hogyha ezt mondom, akkor miért nem akartad? Hát így ültem, mondom. Mi? Ez most komolyan elhangzott? Na, de így visszaemlékszel, hogy ezt miért? De nem emlékszem, hogy ezt mondtam, komolyan. De hogyha ezt is mondtam, simán benne van. De szerintem ennél volt jobb domám is. Meg... Igen, de ez olyan sokkoló volt, hogy ez ott maradt. De azt hittem, hogy örülnél neki. Én tényleg csak jót akartam. Várjál. Kinyitod? Gyere. De te azt szereted, amit csúgtál a fülembe? Azt tedd. Úgy csodítod.